talán egy kicsit gyermekesnek tűnik, de nagyon kedves szokás az utóbbi években, hogy Ákos rendtársam a neveket leírja, cédulázzák, összekeverik, és akkor ki húz egy más, hát valakit. Angyalkázunk az adventnek a hónapjaiban. Talán ez azt jelenti, hogy egy picit jobban figyel rá az embert, mint máskor szokott. Gyakrabban megszólítja, beszélget vele egy picit. És akinek a nevét húzza, így mondjuk ma, azt az adventben magával hordozza. Azaz imádkozik érte, megpróbál rá odafigyelni, keresi az alkalmat a személyes kapcsolatra, vagy az, hogy valami jót tehessen vele. Az is benne van a pakliban, hogy valami kis ajándékot készíteni karácsonyra, amit oda teszünk a karácsonyfa alá. Valamiféle mondatot, vagy szentírásig, vagy tudtul adja, hogy én voltam az, aki a te őrző angyalod voltam az advent folyamán, de semmiképpen se olyat, ami anyagi érték, amit venni kell, hanem olyan, amit az ember kézzel, írással, egy kép vagy egy mondat. Tehát ezzel is a személyességet akarnánk kifejezni, hogy így is gondolunk a többire. Sokaknak szoktam ajándékot készíteni, fiatal szerzeteseknek, akik még készülnek így az elköteleződésre, és azon gondolkodom, hogy mi lehetne valami apróság, ami úgy neki tetszik, ami róla szól, amire szüksége van, ami nem csak olyan, hogy föltesszük a polcra, aztán következő 10 évben ott porosodik, hanem valami, ami által gazdagodik, valamit talál, egy kis írás, egy fordítás, egy könyv, valami használati tárgy, és ezzel úgy foglalkozom vele, hogy minek örülhető, hol tart ő most, mire van szüksége.